szépen a felkérést az előadás megtartására. Szakmai tevékenységemnek egyik területét szeretném egy kicsit általánosabban bemutatni, ez a genetikai tanácsadás lenne. A genetikai tanácsadás az egy konzultatív beszélgetés, amelynek az a célja, hogy a tanácskérőt a döntéshozatalba segítsük, hogy a lehető legoptimálisabb döntést tudja meghozni, úgy a saját, mint esetleg utódai egészségével kapcsolatosan. Tehát ez egy társalgás tulajdonképpen, és annak ellenére, hogy tanácsadásnak hívjuk, konkrét tanácsoknak az elhangzása nem történik meg, tehát effektíven nem fogunk senkinek megfogadandó tanácsokat osztogatni. Ez egy beszélgetés, egy interakció, ismeretátadás, felvilágosítás. És annak ellenére, hogy ez egy beszélgetés, a tanácsadó számára ez egy igen komplex tevékenység. Mert a beszélgetés folyamán meg kell történnie, hogy felveszi az egyén és család anamnézisét, azaz kikérdezi, meghallgatja a tanácskérőt, áttanulmányozza a betegséghez kapcsolódó meglévő orvosi dokumentációkat, menet közben megtörténik a tanácskérőnek az állapot felmérése, szükség szerinti fizikális vizsgálata, amennyiben lehetséges vagy kell, akkor fotodokumentáció készül, megtörténik egy iránydiagnózisnak a felállítása, és ami a egyik legfontosabb lépés, az iránydiagnózis igazolásához szükséges rutin és főleg genetikai laboratóriumi vizsgálatoknak a megtervezése, megszervezése, szükség szerinti mintavételnek a kivitelezése is megtörténik. A genetikai tanácsadás az történhet egy ülésben, a legelső ülésben ez szokott megtörténni, de vannak esetek, amikor több ülés is szükségeltetik, nem lehet egyetlen beszélgetés folyamán mindenre választ adni, választ kapni. Többedik ülésben szokott megtörténni a diagnózisnak a végleges felállítása. Ilyenkor történik meg a genotípus-fenotípus összefüggés meghatározása. Ez azt jelenti, hogy ami genetikailag kódolva van, és amit fizikailag látok a szememmel, észlelek, a közötti összefüggésnek a megteremtése, illetve felállítása. Ekkor fog megtörténni a végleges diagnózis ismeretében a kockázatszámítás. Amennyiben lehetőség van rá, akkor megtörténik egy gondozási protokollnak a felállítása. Ha van létező és lehetséges terápia, akkor ennek az elindítása, és igen sokszoros találkozás jelent a páciensnek a nyomon követése. És a genetikai tanácsadás akár együléses, akár többüléses, minden egyes alkalommal írásos szakvéleménnyel zárul. Tehát azért a genetikai tanácsadáson megválaszolandó, igen fontos kérdések vannak, tehát fontos kérdés a diagnózis. Ugyanakkor fontos, hogy az adott genetikai állapotnak milyen kimenetele lehetséges. Van-e létező terápiája? Terápiának milyen következményei vannak? Utódvállalás esetén milyen kockázatot jelent? És van-e prevenció, megelőzési lehetősége? Ha van prevenció, annak mi a módozata? Van-e annak kockázata? És hogy kinek szól a tanácsadás, hogy kik jelentkeznek? Tehát mindenki olyan jöhet genetikai tanácsadásra, aki genetikai betegséggel él, vagy a családjában közvetlen hozzátartozó genetikai betegséggel él, várandóság esetén, hogyha a magzatnak a genetikai károsodására utaló gyanújelek vannak, ugyanakkor nem csak genetikai meghatározottságú lehet a magzati ártalom, hanem külső ártalomnak a gyanúja esetén. Például anyai betegségek, mint amilyen a pajzsmirigynek az alulműködése, az anyai diabétesz, anyának a fertőző betegségei, a rubeola, ami igen súlyos magzati károsodást tud okozni. Anyának a különböző abuzusai, gyógyszerszedés, alkohol,
akár incidentálisan, tehát véletlenszerűen nem tudottan végzett ionizáló sugárzási ártalmak. Elnézést kérdezhetnék, bocsánat. Persze, a rubeolát, ez interaktív. Igen, kérdezni szeretném, voltam nőgyógyásznál korábban. Most lehet, hogy rosszul emlékszem, de ugye megszerint egy doktor úr azt mondta volna nekem, hogy várandóság előtt, illetve a korai szakaszban a rubeola ellenvédőoltást már adhatnak be. Jól emlékszem, vagy rosszul? Igen. Akkor ez mindenképp célszerű, ugye? De ez annak az ismeretében, tehát a teleszerológiai vizsgálat, hogy van-e védettség. Igen, tehát azt előzményeket tekintve mondjuk nem emlékszem rá, hogy én kaptam volna a rubeola oltást. Van rá szerológia, igen, és amennyiben a szerológia azt mondhatja, hogy ő nem védett ilyen állapot ellen, akkor van védőoltás. Akkor beadják, igen, és ezzel is el lehet kerülni. Természetesen. De most a elmúlt év, az azt hiszem az önök számára is eléggé hangzatos az adatvédelemnek a jegyébe telt, a bűvös szó az a GDPR-ról, mert hogy 2016-ban az EU hozott egy adatvédelmi rendeletet, és ehhez 2019 márciusáig csatlakozni kellett az EU-s tagállamoknak. Ez a határozat körbeírja, hogy mi az adat. Meghatározza az adatoknak a fajsúlyosságát, és meghatározza azt is, hogy vannak különlegesen fontos adatok, amelyek különleges védelmet élveznek, és többek között ilyen a genetikai adat is. A genetikai adat az a humán, tehát az emberi örökítő anyag vizsgálatának az eredménye. Ennekből az eredményből következtetni tudunk arra, hogy az illető egyénnek van-e genetikai betegsége, van-e kockázata a genetikai betegség kialakulására. Következtethetünk adott esetben fizikális vagy lelki habitusára. És mindenek között, itt látszik a megfogalmazás, hogy az EU-s adat mit jelent, meg a magyar adat mit jelent, nagyjából ez a kettő azért fedi egymást, és ami a legfontosabb a genetikai adatnál, hogy az egyéni beazonosítást tesz lehetővé. Tehát ennek a védelme rendkívül fontos. Na most az EU 16-ban hozott erre határozatot, de Magyarországon a genetikai adatvédelme már 2008-as törvényben megtörténik. 2008-ban született meg a genetikai törvény, ezt csak így hívjuk, hogy genetikai törvény, ami valamennyi emberi genetikával kapcsolatos tevékenységet, fizikális és szellemi tevékenységet kordába szorít, leírja, behatárolja, szabályozza. Ennek a törvénynek vannak különböző rendelkezései, fogalmakat meghatároz ez is, és ezek közül néhányat, ami a genetikai tanácsadáshoz kapcsolódik, azt is kiemelném, hát maga a genetikai tanácsadás, az ugye egy konzultatív beszélgetés, információ átadás, non-direktív, tehát nem adunk direktbe tanácsot, de segítünk a megfelelő, az illető egyén számára, tehát nem a tanácsadó, nem a környezet számára megfelelő döntés, hanem a tanácskérő számára legoptimálisabb döntés meghozatalában. És hát hadd meghatározzam, hogy mi az, hogy humán genetikai vizsgálat. Tehát minden olyan vizsgálat, ami emberi örökítő anyagon történik, az humán genetikai vizsgálatnak van nyilvánítva. Ennek többféle formája lehetséges, ilyen a klinikai genetikai vizsgálat, amely genetikai betegség tüneteit mutató egyén örökítő anyagán végzünk, vagy olyan egyének, akinek kockázata van arra, hogy genetikai betegség tüneteit fogja valamikor élete során mutatni, illetve utódainál genetikai betegség valószínűsége fennáll. És hogy milyenek lehetnek a klinikai genetikai vizsgálatok, ez már szakmai, tehát van diagnosztikus vizsgálat, akkor olyan egyént vizsgálunk, akinek tünetei vannak, és ezeknek a tüneteknek az okát tárjuk fel a genetikai vizsgálat során. Ugyanakkor vizsgálunk, van diagnosztikus vizsgálat olyan egyént esetében is, akiknek nincsenek genetikai rendellenességre utaló tünetei. Ilyen a preszimptomás vizsgálat, ez egy olyan egyénnek a vizsgálata, akinek nincsen tünete, de amennyiben benne van a genetikai rendellenesség,
akkor 100%-osan biztos, hogy valamikor az ő élete során a genetikai betegség meg fog nyilvánulni, lesznek tünetei, betegsége súlyosbodni fog. A prediktív vizsgálat az ugyancsak egy tünetmentes egyének a vizsgálata olyan genetikai betegség esetén, amikor megvan a genetikai eltérés, tehát a génben megvan az elváltozás, de messze nem biztos, hogy ki is fog alakulni a betegség. Tehát ehhez külső tényezők hatása is szükséges, hogy egy meglévő genetikai alapból legyen egy genetikai betegség. Ide tartozik a hordozóság vizsgálat is, ez is egy klinikai genetikai vizsgálat, amikor olyan egyéneknek a vizsgálata történik meg, akikben ha megvan az elváltozás, ők nem lesznek betegek, nem mutatnak tüneteket, viszont az utódai, amennyiben örökül az elváltozást, a genetikai elváltozást, már betegek lesznek. Ez a hordozósági vizsgálat. Vannak genetikai szűrővizsgálatok, amikor egy meghatározott populáció réteget, népesség réteget szűrővizsgálatot végzünk, szűrő jelleggel végezzük a vizsgálatot, nem diagnosztikai célra, tehát nem azt akarjuk megtalálni, hogy ki a konkrétan beteg, hanem ki az, aki potenciálisan kockáztatott, veszélyeztetett arra, hogy igenis érintett lesz majd genetikai ántalomban. Hát ez a legismertebb váradóság esetén a Down-kór szűrés. És hát vannak kutatási célú genetikai vizsgálatok. A kutatási célú genetikai vizsgálatokat olyan már diagnosztizált, tehát vizsgálattal, genetikai vizsgálattal igazolt, genetikai rendellenességet hordozó egyéb mintájának a további vizsgálatát jelenti, ami közelebb visz az adott betegségnek a jobb megértéséhez, esetlegesen közelebb visz terápia megfelelő terápia felállításához. És mivel a genetikai betegség az nem egyetlen egyént éri, hanem az egyén családját, ez egy családi állapot, ezért a törvény meghatározza azt is, hogy kit tekintünk közeli hozzátartozónak. És akkor lesz itt egy kis családgenetika, családjogi meghatározás is, tehát egyenesági rokon, azaz tanácskérő, a probant, aki ott ül velem szembe a tanácsadóba, az ő szülei, szüleinek a szülei. Tehát aki egyiktől egyik a másiktól származik. Ez az egyenesági kapcsolat. Tehát a szülő testvére, vagy a szülő testvérének a gyereke már nem egyenesági kapcsolat, ez csak egy másodlagos vagy harmadlagos okori kapcsolatot jelent. És akkor összefoglalva úgy általánosságban a genetikai tanácsadás, tehát ez egy olyan orvosi tevékenység, ami konzultáció formájában zajlik, klinikai genetikai szakvizsgával rendelkező orvos tartja, egy interaktív információ átadás szolgáló beszélgetés, ami mögött azért egy igen komplex tevékenység van. És mint minden, illetve nem minden, de a jó néhány betegségnek, a genetikai állapotoknak is azért lehetséges valamiféle megelőzési módja. A megelőzés az a genetikai betegség esetén, vagy genetikai betegségek jó részében, egy részében nem azt jelenti, hogy a betegséggel, rendellenességgel sújtott egyéb meg se fogadja, meg se szülesse, hanem egyre több esetben az, hogy ha megszületik, akkor a tüneteinek a kialakulását megakadályozunk. Ha ez nem lehetséges, a tünetek kialakulásának a késleltetése, a tünetek súlyosságának a minél inkább való enyhítése. Tehát ez a megelőzésnek a célja. És a megelőzés, hogy hány lépcsős lehet, hát van az elsődleges megelőzés az az, amikor a genetikai állapotnak a kialakulását, tehát egyáltalán a fogantatást nem tesszük lehetővé, ez történhet úgy, hogy fogamzásgátlással nem vállal az adott pár gyermeket, örökbefogadással, és történhet, a genetikai állapot öröklődés menetétől függően ivasejt adományozással. Magyarországon a spermium donáció az egy egészen jól bejáratott és mindennapos gyakorlat.
A petesejt donáció is megoldható, kicsi nehézkes, de kivitelezhető és van rá példa, tehát ezt is meg lehet oldani. Másodlagos megelőzés már megfogant kornak történik, de a magzati életnek igen korai szakaszába. A prenatális, amikor már méhen belül van a magzat, és méhen belüli magzatnak a vizsgálatát végezzük el, ez a prenatális vizsgálat. És van olyan is, hogy preimplantációs genetikai vizsgálat, ez egy olyan típusú vizsgálat, hogy amikor a pár vállalja egy lombik programnak a idézőjeles maceratúráit, akkor az embriónak a vizsgálata történik meg, még azelőtt, mielőtt az embriót az anyamébe visszajuttatnák. És akkor így történik egy embrió szelekció, és csak olyan embrió kerül a visszaültetésre, aki az adott genetikai állapot okát nem hordozza, tehát arra negatív. És van a már a megszületettek esetében is valamilyen prevenció, terciér, ezt nevezünk terciérnek, amikor adott esetben műtéttel, diétával, gyógyszerekkel megpróbáljuk a tüneteknek a visszaszorítását, kordában tartását. Hol több, hol kevesebb sikerrel. És akkor a törvény azt is meghatározza, hogy ki az, akinek kötelező genetikai tanácsadást nyújtani, és ki az, akinek lehetséges genetikai tanácsadást nyújtani. Tehát minden olyan esetben, ahol humán genetikai vizsgálathoz mintavétel történik. A mintavételt megelőzően szükséges genetikai tanácsadás kell, kötelező, mert hogy az illető egyénnek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen típusú mintát ad, milyen vizsgálathoz adja a mintáját, az eredményét kivel közölhetik, mit szeretne az eredménnyel kezdeni, és mindehhez egy tájékozott, írásos beleegyezés megadása szükséges. Tehát egy tanácsadás, egy vizsgálat előtti tanácsadás az kötelező. Ha már megtörtént a vizsgálat, és van annak eredménye, az eredménynek az eljuttatása az érintetthez, már nem szükséges, hogy tanácsadás keretében történjen meg, de az érintetnek jogában áll, jogosult arra, hogy egyéniesített genetikai tanácsadás keretében megfelelő magyarázattal ellátva kapja meg az ő genetikai vizsgálatának az eredményét. Na most ez egy orvosi tevékenység a genetikai tanácsadás, igen sok felé szerte ágazik, és hát minden orvosi tevékenységet protokollnak kellene szabályoznia. Ez a szakmai szabályozást jelenteni, nem a törvényét. Szakmai szabályozás jelen pillanatban a genetikai tanácsadásról nincsen. Az előző szakmai protokoll 2013. december 31-én lejárt. És azóta magáról a tanácsadásról nincsen érvényes protokoll. Ez a mostani tervezetnek az előlapja. Úgyhogy ez majd meg fog valamikor születni. A szakmai protokollt, az előzőt, azt a humán genetikai szakmai kollégium állította össze, de a mostanival az a helyzet, hogy azért az elmúlt években a genetika az az orvosi területeknek igen szerte ágazó részébe bekuszott, mindenhol felütötte a fejét, tehát rengeteg szakmát kell összehangolni, és mindenkinek ki kell kérni ez irányú véleményét. Tehát jelen pillanatban ennek a protokollnak a megszületésében csak ennyi szakmai tagozat vesz részt, ennyi szakmai tagozatból 2-3-4-5 ember, tehát ez egy csapatmunka lenne, és hát időnként a csapatmunka az olyanra sikerül, mint a kép van ilyen. Most ilyen mit tart? Most bilanyira mit tartunk. De az egyesül már találkozunk. De azért ott a túloldalon már látszik az alagút végében a fény. Úgyhogy reméljük, hogy előbb-utóbb lesz olyan szakmai protokoll, ami a genetikai tanácsadásnak a művelését is igen magas szinten fogja előírni. Hogy ennek nem az összes klinikon kell hozzá.
Hát az összes klinikum és az összes laboratórium. A traumatológiát nem látom. A pszichiátria kórképek között is vannak genetikai determinációk. Úgyhogy reméljük, hogy előbb-utóbb csak meg fog születni egy szakmai protokoll. És akkor, ha már a hemofiliások baráti körének a ülésén vagyunk, akkor együtt szólt a hemofilia és genetikai tanácsadás kapcsolódásáról is. Ugye már a véralvadás ez egy igen-igen komplex folyamat, aminek számos biológiai összetevője van, ezek mind vízes és kapcsolódnak egymáshoz, így néz ki egy alvadási kaszkád. A szereplőket, azokat faktoroknak hívjuk. Minden faktornak van egyébként saját testre szabott neve, senki nem használja, ezek be vannak számozva, római számban, és mindenki a számot használja. Tehát ezek számmal működnek, és a faktoroknak a génjeit is ugyanígy hívják. Tehát a 8-as faktor génje az az F8 gén, a 9-esé az F9. Tehát oda tesznek egy F-et, mint faktor, és utána a számot, tehát egyszerű így a génnek is a nevét megjegyezni. És akkor azt szerint, hogy a hemofilia milyen faktort érint, három típusát különböztetjük meg. Hát az A hemofilia a leggyakorabban előforduló, és a C hemofilia az a legritkábban előforduló hemofilia, az 1 millió újszülöttből egyet érint. Tehát statisztikai alapon Magyarországon 9-10 C hemofiliásnak kellene lenni, nem tudom, hogy van-e. Nem, nem biztos. 2-3 van. Nem biztos, hogy vannak olyan tünetei, ami diagnosztizált. Igen, mert a C-típusú hemofilia nem adja azokat a tüneteket, amiket az A meg a B, tehát izom, izületi károsodások azok nincsenek. Enyhébb a érzékenység, műtéti beavatkozásoknál, nagyobb sérüléseknél szokott ez előjönni, aztán vagy utána járnak, hogy mitől volt érzékeny az illető, vagy nem. Tehát biztos, hogy van egy jó aluldiagnosztizáltsága is. És ott a gyakoriság. Igen, itt a gyakoriság. Hát Magyarországon a nyilvántartott A-hemofiliások azonan több mint 1500-1600 körülé. 3000 a nyilvántartott, mindenféle változattal együtt, és abból 1000 az, akit rendszeres gyógyszeres kezelést nem részesítenek. Tehát az enyhe változatok az 2000-es létszámot tesznek. És akkor az öröklődés menete, hát a hemofilia A és B, ugye a gyakori formák, azok X kromoszómához kötöttek, tehát nemhez kötötten öröklődnek. Az azt jelenti, hogy egészséges apa és hordozó anyának 50%-os valószínűséggel lesz beteg fiú gyermeke. És 50%-os valószínűséggel lesz hordozó leány gyermeke. Beteg apának és egészséges anyának sosem lesz beteg fiú gyermeke, de valamennyi leány gyermeke kötelezően hordozó lesz. Tehát beteg apának majdalan az unokája, fiú unokája lehet hemofiliás. Itt a hemofilia táborban több ilyen unoka van már. A cél? Lehet itt egy kérdés? Persze. Ha valaki lombik programhoz ragaszkodik, mondjuk, vagy következő dia. Ja, nem, akkor így jó. Nem kérdezek tovább. Jó, köszönöm. A hemofilia C az nem X kromoszómához kötötten öröklődik. A C hemofiliának, tehát a 11-es faktornak a génje, az a 4-es kromoszómán található, és az eseteknek a döntő többsége az autoszomális recesszív módon öröklődik. Vagyis nem. Tehát nemhez nem kötött, egyaránt érintett férfi és nő, és mind a két szülő hordozó. Az illető akkor beteg, ha mind a génpárnak mind a két tagjában mutáció van. Tehát nincsen neki egészséges 11-es faktor génje. Egyik sem. Tehát mind a kettő mutáció van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ritka állapot.
És akkor hát a nagy klasszikus hemofiliás család, a legismertebb, a második Miklósnak a fia Alexej Fárevics volt, és a családban a mutációt feltételezhetően Viktória királynő hozta be, ő nála alakult ki, és ő tőle ment ez leányában tovább. És akkor hemofilia, mint megelőzés. Hát itt is van ugye primér megelőzés lehetőség, ez ugyanaz, mint ami az előzőekben is volt, tehát a fogamzati gátlás, esetlegesen örökbefogadás, és egy petesen donáció. Van rá példa, tehát az én egyéni genetikai tanácsadói tapasztalatomban is van olyan, hogy petesen donáció miatt történik a tanácsadás, nem egy, nem kettő, kis nehézkes a bűn, de megoldható. És akkor a szekundér, a másodlagos megelőzés az azt jelenti, hogy a magzati korban történő vizsgálódásnak lesz valamilyen döntéshozatali következménye. Lehetséges a méhen belüli magzatnak a vizsgálata, ez a prenatális diagnosztika. Ez úgy történik, hogy hasfalon át vagy a lepényből, vagy a magzatvízből mintát tesznek. Ezek magzati eredetű sejtek, és magzati eredetű sejteken végzik el a genetikai vizsgálatot. Mindaddig, amíg a hemofiliás faktorok génjének vizsgálata nem volt lehetséges, tehát a mutáció vizsgálat nem volt kivitelezhető, addig a magzat esetében is a nem meghatározás volt az egyetlen lehetőség. Ennek az igen drasztikus és fájdalmas következményei tudtak lenni, mert ha úgy döntöttek, abortusz, és ez bizony azt jelentette, hogy egészséges fiúgyermekek is áldozatul esettek ennek, mert senki nem tudta, hogy most az a fiú érintett, vagy pedig nem. Úgyhogy ezért van már, hogy van molekuláris genetikai vizsgálati lehetőség, magzaton, méhen belüli magzaton már nincsen nem meghatározás, tehát azt nem tudom, kiből lehetne kikényszeríteni, molekuláris genetikai vizsgálati lehetőség van. Azt igénybe lehet venni, és hát igazándiból a súlyos hemofília az, ami esetlegesen egy terhesség befejezését megindokolja. Egy enyhe hemofíliával nem gondolom, hogy feltétlenül ilyen drasztikus lépést kellene megtenni. Mert amikor eljön a tanácskérő, hogy az ő nagypapája, aki most 80 éves, és még mindig kint kapálgat a kertbe, akkor nem hiszem, hogy ez indok lenne arra, hogy a pocakábiában élő fiúgyermek ne szülessen meg. Mert hogy a súlyosság az generációról generációra ugyanolyan típusú. És akkor van lehetőség, hogy egyáltalán magának a mutációnak, a genetikai háttérnek a teljes kiküszöbölésébe, az azt jelenti, hogy egy lombik program keretében megtörténik petricsészébe az embriónak a létrehozása, és mielőtt az embriót beültetik az agyamébe, sejteket vesznek ki belőle, amikor még minden egyes sejtje teljesen egyforma, nincs specializálódva a sejtek, semmilyen irányba nincsenek elkötelezettve, és akkor ezek a sejtek vizsgálódnak meg. Itt már van lehetőség arra, hogy adott esetben az embriónak a neme határozódjon meg, van lehetőség nemű szelekcióra, és akkor csak lány embrió ültetődik vissza. Azt nem vizsgáljuk ebben az esetben, hogy az a lányembrió most hordozó, vagy nem hordozó. De van olyan lehetőség is, hogy molekuláris genetikai vizsgálata effektíven magát a genetikai elváltozást, a mutációt vizsgálni meg. Ilyen esetben viszont nincs ennek meghatározás, mert hát ahogy is olyan embrió kerül visszaültetésre, aki az adott genetikai eltérést nem hordozza. Tehát ezek a lehetőségek vannak a másodlagos megelőzési lehetőségek. És hát a harmadlagos megelőzés, harmadlagos prevenció, az már messze nem a genetikai tanácsadás, genetikai tevékenységnek a keretében tartozik, arra igen jól képzett hematológus szakorvosok állnak rendelkezésre. Azt hiszem nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a megtisztelést!
kérdéseik, hogyha lennének. Most jönnek a kérdések, és azt hiszem a fiatal pár kérdezni is szeretne. Átadom a mikrofon. Van itt, mi szeretnénk majd kisbabákat, de közöttünk van egy kis vita, hogy egy vagy kettő. Én magam szintén jobban örülnék, hogyha egyszeri alkalommal egy dupla párosításon túlesnénk, de ez csak én vagyok ilyen bátor, Dani kevésbé. Magam szintén, hogy jobban szeretnénk kislányt, tehát nekünk ezért volt itt a kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani. Megoldható simán. Simán, igen. Simán, tehát az, hogy inkább kell küszöbölni azt, hogy gond legyen. Csak mivel minket egy kislány pártiak vagyunk. Igen, ez a kérdés. Csak viszont én vagyok elmokréliás, 81% alatt, úgyhogy a lányi mordozó lenne, a fiam viszont nem. Így van. De hát a lehet az unoka az veszélyeztet. Az unoka meg igen, addig. Amit még egy gyereknek meg kell születni, igen. És felelni. Lehet, lehet egy pár szavot? Lehet. Várj egy kicsit, hagyjad, ha vigyem a mikrofon. Most ehhez pár szavot. Érdekesség, ugye nálam a... Nekem a fiam ugye 80-as faktor, ilyen is 100% alatti. Amikor megszületett, ugye, akkor derült ez két pár rá, és ugye engem is vizsgáltak, mert nálam is volt egy bizonyos vérzési probléma, terhesség után rá két hétre. És ugye elküldött az akkori nőgyógyászom egy vizsgálatra, hogy nem, mert vagyok én is hordozó, és egyetleg érzékeny. És kiderült, nagy meglepetésemre, hogy nem csak hogy hemofília, de hordozóság is van nálam, méghozzá 8-as faktor, ami azt jelenti nálam, hogy a 11%-tól az 50%-ig vagyok az érzékeny, és az igazodás. Ami azt jelenti, hogy a női szakaszban ugye 4-5 nap helyett van, amikor 11 napig van menszesz, ami nem igazán egy munkahelyen, vagy bár az egy kellemes folyamat lenne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ezt át kell gondolni, bocsánat, hogy a fiatal hölgynek ez így egy tanács, hogy ezt így el kéne így gondolni, hogyha a nő, akkor azért ezt is megnéz, esetleg a hordozottságában, hogy nincs egy ilyen, mint például nálam is. Nem tudjuk, hogy mitől van ez az egész. A családomban nem volt, akinek bármilyen érzékenysége lett volna, nálunk egy mutáció van. Úgyhogy ez egy elég érdekes. Ezt hogy lehet? Tehát ezt úgy, hogy elmegyek egy nőgyógyászhoz, nem. És na most ez nem így működik. Ez nem így működik. Sajnos, hogyha van ugye a Dani ugye ez az ég alatti, nem tudom, a családban ott milyen előtt van. Az a probléma, hogyha ez egy nagyon komoly kérdéseket feszeget, mert ugye itt többféle úton csinálják ezeket a genetikai vizsgálatokat, például nálam megnézték a férjemet, engem, ugye a gyermekemet, ugye az anyukámat, apukának volt hajlandósan most eljönni, mondjuk őről tudjuk, hogy nem érzékeny, mert tűzoltó balanson volt, úgyhogy ő virtuózott, nem is most sport, úgyhogy ott biztos, hogy nem volt érzékenység. Na mindegy, úgyhogy itt nálunk ez, csak így el szeretném azt volna mondani, hogy ugye vannak, akik ugye, mivel hogy hordozó is, és ebben lehet egy érzékenység is egy nőnél. Igen, azért a hordozóság. És én sokáig elbeszéltem. Nem, nem volt. Én nagyon köszönöm ezt a hozzászólást, és azt kell mondanom, hogy én, mint férfi, meglepődtem rajta, tudtam a genetikai öröklés menetet, mert biológus vagyok, és nagyon meglepődtem azon, amikor a nemes főorvos úrnál találkoztam hemofiliás hölgyekkel, és kiderült, hogy ugyanúgy 8-as faktor hiányos hölgyek, mint ahogy mi férfiak, és van bizonyos, van olyan genetikai változat, vagy pedig olyan szerencsétlen összejátszása a véletleneknek, mert biztos vagyok benne, hogy megvizsgálták az összes genetikai hibát, ami abban a 13 fehérjében benne lehet, abban a vízesésben, amit itt mutatott a doktornő, és valószínű, hogy nincs igazi magyarázat, hogy mi okozza, de bizony sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy a nőknél előfordulhat az én nővérem 45%-os faktorszinttel simán szülte a gyerekeket. Itt van az egyik gyermeke, aki ugye súlyos hemofiliás lett. És
ő neki nem kellett még a szülésnél se segítség, viszont nagyon sok hemofiliás nőt kezel nemes főorvos úr. Tehát nem igaz az, hogy megment az, hogy az egyik X kromoszóma az tökéletes. Nem biztos, hogy ment. Tehát a másik meg, hogy csak egy generációval eltoltam a felelősséget. Egy generációval rátoltam a lányomra a felelősséget, magam helyett. Sőt, nem csak ez egy morális dolog. Sőt, nem csak ez, hanem egy probléma is lehet belőle, mivel nála például nem is tudták, ugye, hogy érzékeny vagyok, így én majdnem ott maradtam. Na igen, ez a kockázat. De mondjuk itt nem lenne ilyen kockázat, mert itt már azért készülnének rá, és valószínű, hogy a kezelő orvos az... Igen. Nagy valószínűséggel az anyai vérzékenységnek, hordozó anya vérzékenységének azon a hátterébe, hogy ő 2X kromoszómával rendelkezik. És az egyik X az inaktiválódik, mert ha nem, akkor az X kromoszómán lévő gének azok dupla dózisban jelennének meg. És hát a férfiaknál egyikszel is szépen működnek, tehát a nőknek sincs szükségük dupla a gén mennyiségre. És ezért van az, hogy az egyik X inaktiválódik, és hogy melyik X kromoszómája hol fog inaktiválódni, melyik szerveibe, hogyan, az egy teljesen véletlenszerű állapot. És hogyha azt tesszük, hogy neki a 8-as faktor előállításában résztvevő X kromoszómája az inaktiválódik, amelyik a normális, és az fog működőképes maradni, amelyiknek ott van a mutáció, akkor bizony lesznek neki tünetei. Tehát ez az X inaktiváció magyarázza nem csak hemofiliában, hanem más egyéb nemhez kötött öröklődő betegségek esetében is, hogy a nőknek is tudnak lenni több-kevesebb, enyhébb, súlyosabb tünetei. Igen, és ez nem meghatározható, tehát ezt nem lehet effektíven vizsgálni, hogy milyen mértékben. Ez nagyon fontos, amit most mondott doktornő, ugyanis amikor volt a PGD protokollnak az elfogadása, tehát a preimplantációs genetikai diagnosztikának az elfogadása, a szakmai protokolljának az elfogadása, akkor például az egészségbiztosítási pénztár azt jelentette ki, hogy ő csak azt fogja finanszírozni, hogy lánygyereke szülessen a hemofiliás fiúnak. Mert anyagilag az adatok vizsgálata sokkal olcsóbb. De lehet, hogyha csinálnánk egy statisztikai vizsgálatot, hogy hány hemofiliás nővel kell számolni, azoknak mennyi kezelésére van szükség, illetve hogy a következő generációval mennyire nő meg, tehát az unokai generációban mennyire nő meg a valószínűsége és a kezelési költsége a hemofiliásoknak, akkor viszont át kellene gondolnunk, hogy ez a PGD protokoll ilyen szempontból, finanszírozási szempontból se biztos, hogy kedvező, és pont amit a főorvosasszony most elmondott, pont amiatt nem kedvező, tehát nem tudni, hogy melyik X inaktiválódik, és azt nem értem, hogy ott ezt a szakmai protokoll professzorasszonyok állították össze, akiknek evidencia, nem az a lényeg, hogy van-e evidencia, tudományos evidencia. Itt az igazság. Tudományos evidencia, hogy valamelyik génszakasznak inaktiválódnia kell, mert párban vannak ezek a gének, és tényleg véletlenszerűség határozza meg, hogy melyik génszakasz fog a párból inaktiválódni. Jó, és akkor mondjuk, ha ő ilyen állat megállapítatok, mondjuk én nem tudok róla, de kiderül, hogy nekem is van ilyen, tehát hordozom el, akkor mi történik? Akkor inkább ne legyen gyerekünk? Most itt a doktornő mondja, hogy azt fogja válaszolni, hogy ő mind a két szülőt megvizsgáltatja, mielőtt még, tehát úgy tud tanácsot adni, ha a laboratórium ott áll a háta mögött. Igen, mert most éppen ezek alapján bármi lehet, tényleg. Tehát meg kell vizsgálni, sőt, be kell hívni a nagymamát is, meg a nagypapát is, mind a két emberről. És ha nem élnek, akkor mi történik? Ha nem, ha van, ad létezni. Mert csak a Dani viszél. Értem, ha van, akkor be kell hívni, és őt önálló is meg kell csinálni a megfelelő kockázati vizsgálatokat. Mert minél több információból
lehet igazán szép, pontos tanácsot adni. Igen, mert molekuláris genetikai vizsgálat során, amikor az embriót vizsgáljuk, akkor az történik, hogy az embrióból 4-5 sejtet emelnek ki, az kerül vizsgálatra. És mivel azért igen kardinális kérdésről van itt szó, nem csak maga a mutáció az, ami vizsgálódik, hanem a génnek a környezete is. Tehát történik egy úgynevezett genetikai új lenyomat vizsgálat, ezért szükséges apa, anya és az érintett családtagok, és érintett családtagnak egészséges hozzátartozójától is mondta, hogy ezt a genetikai új lenyomatot a lehető legjobban lehessen megbecsülni, meghatározni. Tehát nem csak maga a gén fog vizsgálódni, hanem a környezete is. Tehát, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal lehessen megmondani azt, hogy biztos, hogy az embrió olyan kromoszómát örökölt, aminek a gén környezete is kizárja azt, hogy eleve benne legyen a mutáció. Tehát, hogy eleve az egészséges kromoszómát örökölte. Jó, köszönöm. Imre, te jössz. Mondjam, szóval én el akarnék reagálni, amit te mondtál, Laci, hogy matematikailag biztos, hogy nem lehetne a testületek elé olyan élvet vinni, hogy az kerül többe, ha lány születik. Ez matematikailag képtelenség, mert először is a lányoknak ugye fele nem is találkozik hordozó X kromoszómával, legalábbis a való nagy tömegben, és hogy a másik felében hánynak lesz különösebb problémája, tehát Anikónak jobb formán alig van valami problémája. Ugye te lányoknak mennyi van, azt nem tudom. Vannak olyan lányok, akik kapnak ellátást, és van, akivel nem is tudnak semmit szinte. Úgyhogy ez nem ad hozzá annyi élvet, hogy a minisztérium meg azt meglátja, mondja, hogy... Hát jelen pillanatban nem ilyen vonalon működik a finanszírozás. Esetleges megadásán, mert még mindig nincs finanszírozás. Én azt szoktam. Hanem a cost benefit. És mivel a molekuláris genetikai vizsgálat drága, ezért rövid távon, és ez nem csak a genetikára, ez az egészségügyre úgy szuzámen jellemző, hogyha ma megsporolhatok 30 000 forintot, akkor meg fogom sporolni, és nem érdekel, hogy 2 hét múlva ennek következtében 3 milliót fogok kifizetni. Ez ilyen. Egy pillanat. Azért hál' Istennek egy kicsit változik az egészségbiztosítónak a szemlélete. Oda került egy olyan fiatal generáció, akit nagyon tisztelek, mert rendkívül fogékonyak a változtatásra. Az, hogy egyáltalán ez a protokoll eljutott eddig, hogy már a minisztérium elé terjeszthető változata van, abban óriási segítséget nyújtott nekem ez a fiatal generáció, akik indirekt módon, tehát nem hivatalos formában, egyszerűen csak a szakmai számításaik alapján érveket tudtak letenni a genetikai szakmai kollégium asztalára, amikor a genetikai szakmai kollégium kérdezett. Mert első helyen a humán genetikai szakmai kollégiumnak volt a feladata ennek a protokollnak a megalkotása, és abban ő neki kellettek nem csak külföldi számadatok, hanem hazai is. És a hazai számadatok nagyon megerősítették. Tulajdonképpen egy hemofiliás, súlyos hemofiliás, már pedig valószínű, hogy csak a klinikai tanácsadásban csak a súlyos hemofiliások fognak jelentkezni, illetve azok családtagjai. Egy súlyos hemofiliásnak a 70 átlagos életkora, amit megélhet, élettartama, az ma már 70 év fölött van. Olyan szintűre emelkedett az ellátás. Viszont ez alatt a 70 év alatt évente sok-sok millió forintot el kell rá költeni. Összességében olyan 700-tól 1,5 milliárd forintig terjedhető az összeg jelen értéken számolva, amit a 70 év alatt rá kell költeni egy-egy hemofiliásra. Ha ezt figyelembe vesszük, már pedig kötelessége figyelembe venni az egészségbiztosítási pénztárnak, akkor lehet, hogy még ezt is megfontolja, hogyha ezt a szakmai érvet rendesen letesszük.
az engem nagyon zavar és bánt, hogy a klinikai genetikai tanács elő se vette ezt az érvet. Én nagyon részletesen tárgyaltam velük, és ezt a bizonyos, hogy inaktiválódik az egyik kromoszóma, vagy hogy a kromoszómának egy-egy része inaktiválódik, és ez véletlenszerű, hogy melyik, és ennek következtében a hemofilia súlyossága a nőknél igen eltérő, ezt tapasztalatból tudom, de így nem tudtam ennek a genetikai hátterét, hogy ez mi, és ezt figyelembe kellene venni azoknak a szakembereknek, és ha így teszik fel a kérdést az egészségbiztosítónak, az az egészségbiztosító tud számadatot adni a klinika, de ha nincs feltéve a kérdés, ők közgazdászok elsősorban, és csak érzékelik a problémát, de ők nem mondhatják ki az orvosok nélkül, csak azt érzékelik, hogy hoppá, itt megjelent az unokánál is, és az anyuka is beteg, és még a nagypapa is, mind a három tajszám milliókat viszel évente a kasszából. És ráadásul ugye olyan esetben, amikor azt mondják, hogy hát az anyuka nem is lehet beteg. Jó? Tehát azért ezeket az érveket mi össze tudjuk rakni, és azért van az érdekképviseleti szervezet, hogy az ilyen hiányosságokat pótolja. Fogunk is gondoskodni róla, hogy ezt rá fogok kérdezni, mert az az igazság, éppen tegnap előtt hívott a klinikai genetikai szakmai kollégiumnak az elnöke, hogy a tanítványai számára velem akar egy interjút készíteni. Na most az lesz a feltétele ennek az interjúnak, most kitaláltam, hogy erre a kérdésre ő adjon egy értelmes, komoly választ, és akkor rendelkezésére fogok állni, hogyha ő ezt hajlandó az egészségbiztosítási pénztár felé megerősíteni, hogy bizony finanszírozottá kell tenni a PCR diagnosztikát, tehát nem csak a kromoszóma, hogy X vagy Y tartalmaz az a kis szedercsira, hogy van-e benne Y vagy nincs. Tulajdonképpen ez az egyik fajta szelekció. Van-e Y vagy nincs? Ha van benne Y, akkor kuka vagy nem kuka, tehát döntenek ez alapján. De igenis, csinálják meg a rendes genetikai diagnosztikát, és annak alapján döntsenek. Tehát ne legyen egy olyan kellemetlen helyzet, hogy egy hemofiliás fiúnak csak lányai születhessenek, és hogyha éppen olyan az anyuka, hogy szeretne 15 kislányt, vagy 15 gyereket, és neki lesz 15 kislánya, akkor az egészségbiztosítási pénztár megbolondulhat, mert a következő generációban 15 kislánynak a gyerekeinek a baját kell a vállára vennie. Van ilyen? Nekem is 6 gyerekem van, és azért van 6 gyerek, mert szerettük, hogy volna, hogy legyen. Még egy 7-et is szerettük volna, de elfogyott a célna, vagy nálam, vagy a feleségem. Nem csak én akarok itt reggelt, tessék. Tessék, nyugodtan, fordott egy kérdés. Szóval köszönjük Laci meg a doktorának is, hogy lehetővé teszik ezt, hogy sikerülhessen. Viszont a kérdésem következő, hogy ahhoz, hogy Daninak és az énikátasomnak egészséges lányai szülessenek. 9-es faktor ilyen. Igen, mentesen például nagyon sok gyereket akar majd későbbiekben, akár adhatod is. Hogy nem jöhet neki a neakhoz, akár ő vagy Dani, vagy aki érintett ebben a helyzetben, és törömbölni az ajtót zárójelben, hogy igenis lehessen térvé támogatottan ezt igénybe venni. Hogy ne csak fizessünk, mint a katonatiszt, hanem sikerüljön. Én támogatom az öcsémet és Danit is, meg mindenkit, aki szeretne gyereket, lehetőleg egészségeset, hogy ne szívják be. Igazából így jönnek képbe a civil szervezetek. Az van, hogy önnek van a szakmai kollégiuma, aki körül kidőlt, tudok, hogy nem anyák. És, nem, és ők tartották úgy falsul, hogy csak a lányoknak a érkezését tudja a tévé fizetni, lévén, hogy nem értenek hozzá. Miközben kidőlt utólag, hogy hematológiai szempontból ez azért nem kivitelezhető, mert kiderült, hogy az egyik X kromoszóma véletlenszerűen aktiválódhat vagy deaktiválódhat. Szóval nem lehetne ezt így megoldani, hogy a szakmai kollégium és a hematológiai szakkollégium nemes doktor úrnak a vezetésével, és a Csúlya László és az érintetteknek a közreműködésével összeüljön, és ezt meg lehetne oldani.
hogy utána sikeres hát is lássam. Hát gyakorlás. Igen, de... gyakorlás más egyéb nincsen. Össze kell fogni. Szándéból nincs más lehetőség erre. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. És van-e még kérdésünk, mert nagyon jó volt a fiatal párnak a felvetése, mert olyan ajtót nyitott ki, amit eddig nem tárgyaltunk végig. Ezért jó ez a tábor. Van még itt egy kérdés. Anita, meg... Hogy hívnak téged? Tamás. Köszönöm a lehetőséget. Tehát a párom Villebrandos 8-as faktora kombinálva, igen. Tehát tudom, hogy elég súlyos változata van meg. És nekem is van egy vese problémám, egy beduláris tisztás vese probléma, amit eddig nem tudtak megmondani, hogy honnan kaptam, hát valahonnan kaptam a felmenőim közül, és szeretnénk babát vállalni, és ugye beszéltük ezt, hogy ez a szeder csíra állapotban csak a nem meghatározása történhet, meg ugye a genetikai vizsgálatok alatt. Nem. Megtörténhet a konkrét molekuláris genetikai vizsgálat is. A TB egyáltalán nem tervezi a molekuláris genetikai vizsgálatnak a finanszírozását. Amit tervez, mert még nem valósította meg, az a nem meghatározás a hemofilia keretében. De vannak más típusú genetikai betegségek is, mint a Willebrand is, az messze nemhez kötötten öröklődik, ez egy úgynevezett autoszomális domináns öröklődés menetet mutat, tehát 50%-os valószínűséggel fogja a hölgy továbbadni nemtől függetlenül az utódának. Tehát mindegy, hogy fiú vagy leánygyermek, 50%-os valószínűséggel lesz Willebrand beteg a gyermek. Van neki molekuláris genetikai vizsgálati lehetősége, Csak annak van értelme. Tehát ki lehet 100%-osan szűrni, hogy csak az egészséges. Igen. És az én esetemben, tehát az én betegségemet ki lehet szűrni, vagy fel lehet deríteni, hogy genetikai háttere mennyi van neki, vagy pedig nincs genetikai háttere, vagy soha nem fog kiderülni. Elvégben van vizsgálati algoritmus, amit végig lehet zongorázni egy feltételezett genetikai betegség esetén, amikor nem vagyunk biztos benne, hogy genetikai betegség, de nagyon nyomó arra, akkor az a szokás kezdeni, hogy van először egy kromoszoma vizsgálat, aztán jönnek a mélyebb vizsgálatok, mint egy RCGH, tehát a kromoszomák, a finom szerkezeti vizsgálata, majd jön az exomoknak, amikor a DNS-nek, a DNS molekulák azok így összecsoportosulnak, és úgynevezett exomok vannak benne, meg intronok, az exomok azok kódoló részek, az intronok azok ilyen töltelék részek, de aztán kiderül, hogy mégsem töltelékek. Tehát az exom szekvenálás, és hogyha semmi nem hoz eredményt, akkor esetlegesen a teljes genomnak a szekvenálása, tehát az építőköveknek a meghatározása egyenként. De lehet, hogy ez sem fog eredményt hozni. És hogyha mindezeken a vizsgálatokon végigmegyünk, és valószínűleg a TV nem fogja mindent támogatni. Nem fogja. Akkor megközelítőleg milyen összegben kell gondolkodni ahhoz, hogy mi ez? Biztosra vegyük, hogy... Több millió. Több millió, a 2 millió és több millió, meg a 16 millió és több millió. Hát egy exom szekvenálás az olyan 2-3 millió körül. És akkor a teljes genom szekvenálás még. És a Willebrandos vizsgálatot, tehát azt nem támogatják még végre? Támogatja. Csak a 8-as kaptornál, meg a 9-esnél van ez a probléma. Köszönöm szépen. Egyébként én nekem az a sejtésem, hogy ha ügyesen sakkozunk, akkor valamilyen támogatót találunk arra, hogy egy ilyen genomszekvenálást adott esetben egy jó orvosi diagnózissal. Igazából Magyarországon is van rá elvihetve lehetőség. Meg lehet esetleg külön kérelemmel az biztosítótól? Egy egyedi kérelemmel volt rá már példa, hogy ilyen genetikai vizsgálatot elvégezzenek, ami az urnál kell, vagy a vese problémáját, vajon genetikai
hiba okozza le? Azt tudom neki tanácsolni, hogy egyetemi klinikán kell elindulni. Tehát a Molnár Mária Juditnál? Lehetőleg. Mert igen. Ő az, aki aláírja, hogy akkor most külföldre ki mehet vizsgálat, vagy nem mehet ki. Mert valószínű, ez Magyarországon nem kivitelezett. Valószínű, nem kivitelezhető. Tehát amikor azt akarom, hogy tuti biztos, hogy legyen ilyen irányú vizsgálat, akkor nem én kezdeményezem a vizsgálat elvégzését, hanem igen tisztelettel elküldöm professzorasszonyhoz, egy nagyon szép evér kíséretére, és professzorasszony saját magát sose szokta elkaszálni. Igen. Igen, és azt kell mondanom, hogy az egészségbiztosítási pénztár pedig az ilyen súlyú kéréseket nem szokta visszautasítani. Mi már volt rá példa több, hogy hemofiliás betegnek bizonyos kezeléseket Magyarországon nem tudtak megvalósítani, és azt külföldi országokban megcsinálták úgy, hogy a magyar egészségbiztosító kifizette a költségeket. Tehát elképzelhető, de ez egy, azt kell mondanom, hogy tegnap el kell kezdeni ezt az káváriát. Ez bizony sok stációs kávária lesz. Még egy kérdés benne? Jó, jó. De gyere ki. De nyugodtan. Gyere ki. A Rivaldába. Nincs most, a két órakor lesz. Még tehát a kihordással kapcsolatban nem egy ilyen kérdés, ugye bár mehet, tehát nagyon veszélyeztetett lenne a baba kihordás időszak alatt, hogy tudom, hogy Magyarországon nincs béranyosság, úgy tudom, ezt tiltja a törvény. Bármilyen más lehetőség, akár külföldön végrehajtható lehetőség van-e arra, hogy őt megkíméljük a... Mindenre van. És mik azok? Az pénzkérdés. Pénzkérdés. Nagyjából igen. Értem. Az sok videó még értünk. Nincs a bocsánat, hogy én kérdésnek, de örök a fogadáson? Tényleg, a béranyosság miért tiltott? Mert nekem a saját kollégám van, aki közvetemelt, az nekik nem lett baba, nem sikerült, és most két babát is kaptak, tehát egymás után, és évekig voltak városon, és teljesen váratlanul megkapták. Mert egy kisány, és akkor ott van az öröm, a boldogság, kizárva azt, hogy több millió forint, tehát az, amit azt mondom, hogy tudom, nem a saját, de azt sajátként fel lehet nevelni, mert így az egészségügyi kockázat, meg minden ez így kiesne. És az a félretett pénz esetleg, ami rendelkezésre áll, azt rá lehet erre fordítani. Így van, és sokkal kevesebb problémától... A béranyosság helyett... Ha a család a rokonságon belül vállalná valamelyik rokon, akkor a nyílt örökbefogadás az egy járható. Na, nekem saját kollégám kettő baba, és így megoldódott. Mm. Tehát így nincs az, hogy most problémáznak rajta, ott az örömforrás, és megszűnt ez a, most. Persze, tehát mi még az elején vagyunk, mi friss kapcsolatban. Igen. Fél éve járunk, és először a lehetőségeket próbáljuk feltérképezni a saját babára, aztán lehet, hogy nyilván a végén az örökbefogadás lesz egy mód. És tehát a rokonságon belül lehet béranyosság? Igen. Nem béranyosság. Nem béranyosság, hanem tehát, hogy beültetik. Béranyosság rokonságon belül lehet? Nem. Nem? Nem. A petesejdonáció az, ja, a petesejdonáció. Ja, igen. De hát bizonyosságot azt úgy szokták megoldani, hogy keresnek valakit, azzal megegyeznek zárkajtó mögött pénzek közt, és akkor, amikor megszületett a gyermek, akkor történik egy örökbefogadás. Hát csak ott kockázati tényező, hogy ugye az anyja vagy nem. Köszönöm, hogy anyát illeti a gyerek, nem a biológia anyát akkor. De nyilván ezért kell egy szorosabb emberi kapcsolatból építeni fel. Ez szokott lenni, lehet olyan, hogy testvér vállalja be a béranyasságot. Azaz, hogy nem béranya, hanem testvér vállalja be a petesei domációt, és akkor meg tudják oldani, hogy a nyílt örökbefogadás, és akkor a keresztülőség, meg gyakorlatilag két anyukája lesz a gyereknek, az meg nagyon kellemes végül is a gyerek számára. Jó? Így van? Én azt tapasztaltam, ahol a nagyszülők nagyon intenzíven bekapcsolódnak a gyerek nevelésébe,
illetve unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, azok sokkal stabilabbak felnőtt korukban, tehát jó tesz mindig, hogyha több nő forog egy gyerek körül, vagy pedig... Igen. Igen, na jó. Hát nagyon szerteágazó ez a téma, és nagyon köszönjük a doktornőnek a... Nem gondoltam, hogy ilyen kényes témák felé is elmegyünk, és kinyílnak kapuk, nagyon örülök neki. Köszönöm a nyitottságot.